A klímaváltozás felgyorsult, ezért a környezetvédelmi törekvések is egyre sürgetőbbé váltak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is részt vesz a fenntarthatósági folyamatok megszervezésében. Csütörtökön egy konferencián mutatták be a Clean elnevezésű Szlovákiával közös projektet, amelyben főszerepet kap a gyermekek szemléletformálása. Ez egyik legnagyobb kihívás, én úgy gondolom, a 21. században a klímaváltozás, illetve az ehhez kapcsolódó hatások, illetve a környezetvédelmi feladataink, és hát természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata is ebben igyekszik jelen járni. Ezeket megfogalmaztunk már mind a területfejlesztési dokumentumainkban, és mind azokban a pályázatokban, amelyek kiírásra kerülnek majd az elkövetkezendőkben, tehát mi elsődlegesnek tartjuk azt, hogy erről mindig szó essen, minden fórumon, minden plénumon szó essen, és megjelenjenek azokban a dokumentumokban, amelyet akár mondjuk éppen itt az NRA rendezvényén, a pályázati programon belül, vagy akár a területfejlesztési dokumentumban megjelentünk. Ezért igyekszünk a partnereinket bevonni, minél több partner bevonni, civileket is, szakmai partnereket is, mert azt hiszem, hogy így tudunk egységesen és hatékonyan fellépni a környezetvédelmi kihívásokkal szemben. Önkéntes kezdeményezések évről évre vannak arra vonatkozólag, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön az utcákra. A Teszed akció keretében például rendszeresek a szemétszedések a közterületeken. A Clean projektnek is lesz ilyen jellegű eseménye. Az erdei tornapályán egy szemétszedő fesztivált rendeznek fiatalok számára. A megyeházán pedig általános iskolás gyermekek vesznek majd részt környezetvédelmi vetélkedőn. Tulajdonképpen itt jó gyakorlatokat igyekszünk kialakítani a partnereinkkel, és ezáltal a környezetre tudatosan hatni a környezetre, leginkább itt a környezetvédelem az, ami szempont. Rendezünk egyébként a projekt keretén belül, lesz majd egy környezetvédelmi fesztivál, lesz majd gyerekeknek tulajdonképpen játékos feladatokkal kapcsolatos rendezvényünk is, illetve a partnerekkel közösen próbálunk jó gyakorlatokat cserélni, tehát például workshopokat tartunk, illetve szakmai konferenciákat. Az Észak-Alföldi Regionális Energiaügynökség által szervezett eseményeken a legfőbb cél, hogy a fiatalok játékos formában tanulják meg a környezettudatosság alapjait, és megismerkedjenek a megújuló energiaforrások jelentőségével. Ezekkel kapcsolatban is hallhatnak majd előadásokat a tavasz folyamán.